Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Május vége, június eleje, Jupiter-Plutó-Trigon. Ez egy nagyon szerencsés aspektus. Jupiter a nagy szerencsének a bolygója. Jupiter maga a bőség, az ajándék. Ő tényleg olyan, mint egy télapó, aki jön, és mindenkinek ajándékokat osztogat. Május 26-án egy csillagjegyet váltott, belépett az ikregbe, tehát új energiát kaptunk, levegő energiát kaptunk. Plutó egyébként, a Plutó a vízöntőkben tartózkodik, a vízöntő is levegő energia. A levegő energia nagyon gyors. Plutó maga az alvilág istene. Plutó az élet és a halál. Plutó a legnagyobb hatalom. Plutó a nagy pénz. Plutó maga a föld alatti világ. Tehát itt ezek az energiák most összefonódnak, de ez mind-mind pozitívum. Úgyhogy várjuk az ajándékokat. Mindenkit meg fognak ajándékozni ezek a bolygók, de hogy éppen ki milyen ajándékot kap, nos, hát ezt már ők tudják. A két bolygó között 120 fok van. Tehát ez azt jelenti, hogy valami könnyen sikerülhet, valamit könnyen elérhetünk. Most is érdemes három kirakást nézni. A napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyet is. Vízöntő, Jupiter és a Plutó fantasztikus lehetőséget fognak adni, és ráadásul Jupiter az ötös házat érinti, minden, ami boldoggá tesz minket, az ötös házhoz tartozik. A gyermekek, a szerelem, a romantika, az utazás, a nyaralás, a hobbi, a szórakozás, a játék, a lottó, a vállalkozásunk, tehát bármi, a sport, az is ide tartozik. A Plutó viszont az egyes házat érinti. Hát ez végképp, és ráadásul 20 évig, mert a Plutó a vízöntőben van. Tehát mi lehet itt egyes ház? Ez viszont én vagyok, az egész életem, a külső, a belsőm. Mi lehet itt? Nagy szerencse lehet. Nagy szerencse. Tehát a vízöntő is nagy favorit most, ugyanúgy, mint az ikrek. Tehát a levegő energiait dominál rendesen. De amit még szeretnék mondani, hogy most még a Vénusz is az ötös házban van. Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, Vénusz a kis szerencsének a bolygója, és mind a ketten most egy pár napig az ötös házat itt erősíti. A Vénusz a szerelem a pénz, Jupiter a bőség, és egyszerűen ők ketten mit adnak? Jupiter plusz Vénusz egyenlő az az érzés, hogy az élet szeret engem. Hát ilyen. A Plutó plusz, itt a Plutó, hát ez lottó nyeremény is lehet itt simán. Én azt mondom, hogy ha valakinek, akkor a vízöntőknek érdemes most lottózni. Május 26-ától június 4-ig. Főleg, hogyha a személyes horoszkópunkban is vannak ilyen fantasztikus lehetőségek, hát akkor az pláne. Nos, mi lehet itt? A szerelem lehet ez egy új szerelem, ami megváltoztatja az egész életünket. Itt lehet egy győzelem, valaki lehet, hogy részt fog venni egy versenyen, bármi, tehát itt várható győzelem. Valami, ami meg tudja változtatni kvázi az életünket, lehet, hogy pont ez a győzelem. Lehet, hogy mi megváltoztatjuk a terveinket. De az biztos, hogy valamit könnyen elérhetünk, mert ez a 120 fok most, ami a Jupiter és a Plutó között van, ez a trigon azt üzeni nekünk, hogy könnyen jön a siker, könnyen elérünk valamit, könnyen meg tudjuk változtatni az életünket pozitív irányba.
És a Plutó ugye szimbolizálja azért a gyermekeket, a Plutó viszont a fogantatás, és ugye az ötös ház is a gyermekek, plusz információ valakinek a gyermekáldás is azért itt van. De ez, hát, fantasztikus páros most itt, ez az ötös és az egyes ház, mi lehet bármi, de az biztos, hogy az boldoggá tesz minket. És nézzük a kártyákat, na mit mutatnak nekünk? Jupiter, Plutó, nem semmi, az akasztott ember. Az akasztott ember nagyon gyakran azt üzeni nekünk, hogy valahogy varázslatszerűen valami megoldódik magától. Magától. És tényleg Jupiter a Plutóval most képesek erre. Könnyen elérhetünk valamit, könnyen lezárhatunk valamit, könnyen valamitől vagy valakitől megszabadulhatunk. Például ez a kártya, ez mutat áldozatot, megszabadulni ettől a tehertől, ettől a szereptől. Megyünk tovább. És ugye itt most csak pozitívumról beszélünk. Elixír, 9-es teljesül egy álmunk, egy vágyunk, egy kívánságunk. Ez az a kártya, amikor az ember elégedett az életével, amikor amit elért, tényleg boldoggá teszi. Boldog. A kelyek megtelnek boldogsággal. Pozitív, gyógyító vízenergiát kaptunk. Pengék hármas. Hármas, az egy szerencseszám. A pengék az maga a beszéd, a kommunikáció. Például, ha nem tudtunk valakivel megegyezni valamiben, dülőre jutni, akkor itt most segít a Jupiter és a Plutó. Lehet, hogy a családtagok azt mondják, hogy ide menjünk nyaralni, meg oda menjünk nyaralni, mi meg máshova szeretnénk menni. Tehát itt a vélemények nem egyeznek meg. És itt jön a Jupiter és a Plutó, és bizony, hogy segítenek nekünk. Olyan is lehet, itt érdekes, na ugye itt van ez az akasztott ember, az áldozat, ez a kártya például mutathat szív- és érrendszeri problémákat, ez egy plusz információ valakinek, gyógyulás, tehát a Plutó az egyes házban bármi lehetséges, bármi megtörténhet. Tényleg bármi. És a Plutónak a kártyáját megkaptuk, a halál. A nagy változás, a transformáció, az átalakulás, és ez mind pozitív. Tehát megszabadulni valamitől vagy valakitől, egy szúrós helyzettől, egy fájdalomtól, hármas kardok mutathat fájdalmat, lehet, hogy valaki összetöri a szívünket, szerelmi csalódás is lehet, hátba szúrás is lehet, lehet, hogy valaki a hátunk mögött kibeszél, és ez úgymond, hát fájdalmat okoz nekünk. És akkor jön ez a Plutó, és beleavatkozik az életünkbe. Ő tényleg olyan, mint egy sebész, egyszerűen jön, és elvágja azokat a rossz dolgokat tőlünk. Megszabadít a negatívumtól. Olyan sebész, aki fájdalomcsillapítás nélkül dolgozik, aki narkózis nélkül dolgozik, de egyszerűen megszabadít minket valamilyen tehertől, valamilyen fájdalomtól, például itt van ez az akasztott ember, ez az áldozat szereptől. Véget ér egy életszakasz, és egy új életszakasz elkezdődik. Tehát ez nagyon komoly kártya, karmikus kártya, erről annyira sokat tudnék beszélni, minden kártyáról, de ez a kedvencem, tehát a plutói energia a kedvencem. Itt nincs is miről beszélni. Van több videóm a Plutóról, érdemes őket meghallgatni, és akkor fogjuk tudni, hogy milyen is ez a kártya. A legnagyobb hatalom pillanatok alatt meg tud minket szabadítani.
a gyötrelemtől pillanatok alatt, és egy új, egy szebb, egy boldogabb életet varázsolni nekünk. Tehát nem hiába itt a Jupiter az ötös házban minden, ami boldoggá tesz, és Plutó az egyes házban, egyes ház, meg az maga a vízöntő, az egész élete. Az biztos, hogy ami kezdődik, az jobb lesz. Az új ajtó, amit itt ki fogunk nyitni, az maga a boldogság, de ehhez lehet, hogy be kell zárni egy ajtót, egy régi ajtót örökre be kell zárni. Mert ez a kártya egyébként olyat mutat, a változás, nagy változás, kvázi úgy, mint régen, már nem lesz. És ez megint csak pozitívum. Pozitívum, pozitívum, pozitív nagy változások, pozitív nagy lehetőségek. Valakinek az egész életeit megváltozhat. Hármas kelyhek, ez boldogság, ez ünnep, a második hármas, a hármas szerencse szám, ünnep lesz, mit megünnepelni, érdemes lesz pezsgőt bontani. Ünnep, boldogság. Megyünk tovább. A világ. Ú, milyen kártya. Az utolsó szám. A 21-es is. Ez egy szerencse szám. Érdemes figyelni. A 3-as szám, a 21-es. Fontosak. Fontosak lesznek. A világ. Ez egy ciklus itt befejeződik az életünkbe, és egy új ciklus elkezdődik. A második kártya a nagy változás mutatja. És a világ határozottan azt üzeni nekünk, hogy ez az új élet, ez jó lesz, ez egy magasabb szint. Egyébként a külföld is ide tartozik, lehet, hogy tényleg álmaink nyaralását megkapjuk. Vagy lehet egy szerelem, egy külföldi partnerrel, ez is lehet. De ez egy magasabb szint, valamit elérni. Siker, ötös botok, tűz energia. Ebben a harcban ki lesz a győztes? A viszöntő. Lesz egy harc. Lehet tényleg valaki részt fog venni egy versenyen például. Mert ez verseny, verseny. Sportszerű verseny. Ez lehet tényleg maga a sport. Hát a lényeg, hogy viszöntő. A viszöntő lesz a győztes. És még egy kártyát nézünk. Na nézzük. Tízes érmék. Tízes az utolsó szám. A tízes az a szám, amikor már élvezzük is a sikert, a pénzt, a csillogást. Érmék, tehát van pénz. Van pénz, ez tényleg lehet lottónyeremény, ez tényleg lehet egy örökség. De itt lesz pénz utazni, nyaralni, valamit venni, valamilyen értékes dolgot is vehetünk. Ajándék lehet ez, a család kártyája, bővülhet a család, ez is ide tartozik, a családunk támogathat. Sikeres családi vállalkozás lehet, mert ugye a vállalkozásunk is az az ötös ház, de az biztos, hogy ez a kártya maga az aranyeső, a pénzeső, a bőség kártyája, és a Jupiter is maga a bőség, és a Jupiter mindent szélesít, többet ad, többet. Több értéket, több pénzt, többet, több jó, sok jó dolgot ad nekünk a Jupiter. De hát, ha negatívumot kellene mondani, de én nem szeretek annyira a negatívumra koncentrálni. A Jupiter, mivel maga a bőség, és mindent szeret szélesíteni, esetleg valakinek adhat plusz kilókat, úgymond gyarapszik a testtömeg, tehát ez, ami a Jupiternek a negatíva, amit én szoktam tapasztalni, hogy amikor a Jupiter bizonyos pontot elér egy horoszkóban, akkor szoktam mondani, hogy na, egy picit érdemes vigyázni a finomságokkal, mert a Jupiter ad nekünk bőséget, és sok finomságot adhat. Tehát ennyi, de itt van pénz, és megint kis árkánum, utolsó szám, nagy árkánum, utolsó szám, tehát a siker, a cél.
az álmok, a vágyak teljesülnek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!